kardos. Körté passzol ki kapás oldalra Bóbis, ugye a Bóbist jól ismerjük. Egy szép csavar, és hát nem is szabadna, és nem is szabad. Közben Rangyalovics teszi be Vadovicsnak. A Vadovics harcol ki emberelőny Bóbisról, úgyhogy nézzük a találkozó első emberelőnyét. Erdélyi, Bátori, nagyon gyorsan jár a labda. Vadovics lő, és... Hajdú Attila is játszott a Vasasban egyébként. Közben már Vadovics jó helyzetbe, Bátori még jobb helyzetbe. Egyelőre nem lehet beadni, Szedlőmajernek bele kell állnia. Mondom most én. Most láthattuk, hogy az utolsó pillanatig kivárt a csapat a center, megjátszásával jött is belőle a végén az először. Közben Mezeit viszik be centerbe, valószínűleg ez egy tudatos húzás lehet. Közben Bób is maradott, nagy lövés. És egy... Pont most akartam mondani, hogy... Pörgét. Bób is kapja nagyon szépen a labdát, és be tudja húzni. 10 gólokkal nyerni. Egyelőre hátul megy a passzolgatás. Bedő kapja, és egy nagyon szép akciógó. Rangyalovics. Még mindig sok idő van hátra a támadásból. Erdélyi. Draskó. Ki a szélére? Vadovics. És nagyon szépen. Még maradt 18 másodperc a Vasasnak. Igen, és azért a Vasas játékosok most be is kapcsolták a rakétát fölfele. Igen, ebből még azért valamit ki lehetne hozni, legalább egy jó lövést. 8 másodperc, Vadovics. Vadovics rá is löheti, nagy lövés, hatalmas gól! Brugoljan. Rangyalovics. És a hajrá, Vasas is felhangzik a maroknyi Vasas tábor részéről. Draskó, Rangyalovics maradhatott, Rangyalovics. Közelebb lép, és nagyon szépen bombázza be. Draskót nem lehet ennyire könnyen hatástalanítani. Kipróbált harcos ő. Most már egy gólpaszt is ad. Fantasztikus összjáték. Brugóján és Bátor. A labdát és emberelőnyt is harcol ki. Megint megpróbálták nagyon gyorsan Vadovicssal megjátszani. Csak nézem a passzokat, mert... Igen, nem akarok nagy szavakat. Még angolul fogalmazom a gondolatait, hogy sokkal jobban el tudja úgy mondani, és magyarul azért még keresni a szavakat, de meg tudná oldani ezt a kihívást is, mert tényleg jól beszél magyarul. Ezben 4 másodperc van hátra, és hossza mindenit. Vadovics kapott ott a szélén egy faltot. Vékony. És kardos hátul, akár ezt lőni is lehet, nagy lövés, és becsúszik végül az a labda. Újra